Kódix címmel rendezi képeit a 90-es évek óta Barta Zsolt Péter fotóművész. A mozaik szó feloldása az ismeretlen tényező. A művész az elmúlást, a holt állapotot idézi fel fotóin négy kategóriában: ember, állat, tárgy, növény. Ez utóbbi tematikából készült alkotásaiból nyílt kiállítás Hévízen, a Városi Múzeumban, mely rendszeresen ad helyt a kortárs fotóművészeknek is. Hogy a Zsolt javasolta ezt a sorozatot, mint hogy ennek egy része a Keszély Festetics kastély üvegházában készült, tehát a fotók egy részét ott készítette a tavalyi évben. És hát így mindig szeretünk valami olyan dolgot bemutatni, aminek van egy kis helyi kötődése. Az alkotó szerint a fotóművészetnek nincs népművészete. Az alkotók saját maguk tették népművészetté, melyben külön kell választani a magáremberek fotóit a művészi fényképektől, melyek a pillanatnyi vizuális élményen túl a gondolkodásra, pillanatnyi megállásra ösztönöznek rohanókorunkban. A mai világunkban elvesztettük a természethez való viszonyunkat. Ez nem egy ilyen direkt utalás, hogy vissza a természetbe vagy valami, de valahol mégiscsak egy ilyen a mai médiákkal átitatott világból az, hogy ugye mindenki projektort néz, mindenki monitort néz, mindenki televíziónát kapja a valóságot, és tulajdonképpen alig találkozunk a természettel, sőt egy urbánus közegben már lassan alig van, csak egy kijelölt területek vannak a természet számára. Ez egy bizonyos fokig egy ilyen visszahívás, tehát hogy vissza a természetbe. A kiállításra a Keszthelyi Kastély üvegházán kívül is készültek képek, közös vonásuk az elmélyülésre serkentő elégikus hatás.